A Medgyesszei Házban megtartott koncertgerincét a klasszikus swing alkotta, de emellett szerepelt a repertoárban latin és pop alapokra épülő darab is. A Kanizsa Big Band a sorozat hagyományaihoz híven erre az estére egy meghívott vendégművésszel egészült ki. A mai vendégünk nagyon otthon van a modern zenében is, Kósutás Áron, Tomsics Díjas trombitaművész, aki a Budapest Jazz Orchestra szólistája, és nagyon fiatal és nagyon tehetséges. A fiatal jazz trompitás április 30-án a Nemzetközi Jazz Napon debütál a Kósutás Áron IT projekt címet viselő önálló produkciójával. Kiskorom óta, igazából egész gyerekkorom óta érdeklődöm a sci-fi, a csillagászat, az űr felé, a jazz és a zene mellett, és ezt a kettőt szerettem volna összekapcsolni, hogy igazán azt mondhassam, hogy ez az enyém, ez a zene. A zenekar fennállásának 11 éve alatt több olyan fiatal tehetséget is magáénak mondhat, akik jelenlegi tanulmányaikat zenei szakirányban folytatják. Kósutás Áron mellett ők is a Kanizsa Big Band vendégei voltak a szombati koncerten.